A Gárdonyi Géza Művelődési Házban Fazekasné Sín Gyöngyi az Olvasóklub vezetőjének moderálásával nagy érdeklődés mellett mutatták be Tóth Krisztina a kortárs magyar irodalom egyik kiemelkedő alkotójának pályaképét és az elmúlt időszakban megjelent könyveit, így az Ahonnan látni az eget című új kötete indítatását is megismerhették az olvasók. Az itteni olvasóklubnak mindig feladata vagy küldetése az, hogy olvassunk kortárs irodalmat. Most Tóth Krisztinára esett ez a választás, és már többen olvasták az Ahonnan látni az eget kötetet, talán a Majom szemét is, és hát egy régebbi kötetről is fogunk beszélni, a Pixelről, mert az meg 2023-ban új kiadásban megjelent, és rendkívül érdekes szerkezettel mondani valója van. A József Attila díjas író most megjelent kötete az elmúlt években született elbeszéléseit és tárcanovelláit tartalmazza. Az Ahonnan látni az eget a jelenről szól, a velünk, körülöttünk élő emberek életének egy-egy hétköznapi epizódját emeli ki és mutatja meg. Az olvasó pedig hol a háttérben meghúzódó válságokat, tragédiákat, hol pedig a mindennapi abszurditást, a felszabadult nevetést viszi magával belőlük. Nagyon gyakran az utcán gyűjtögetem össze a történeteimet, meg elég sok elhallott párbeszédet szoktam beépíteni. Úgyhogy azt mondanám röviden, hogy járok, kelek és figyelek. És aztán ezekből a mozaikokból fölépítek egy-egy nagyobb sztorit. A bensőséges hangulatú diskurzusban megerősödhetett az olvasókban, hogy a kis történetek nagymesterét az etikai alapú megszólalás vállalása, éles látása, humora, finom megfigyelései méltán teszik napjaink egyik legjobb magyar írójává.